Üdvözöllek! Korábban már a videó tanfolyamon megnéztünk többféle fordító programot meg alkalmazást. Most egy újabbat néznénk meg, ennek is van egy csomó előnyös tulajdonsága, így a használata mindenképpen megfontolandó. Erről a címről tölthető le. Ide kattintva le tudjuk tölteni. Ez egy zipben töltődik le, amit én kitemerítettem, egyetlen darab exéből áll. Indítsuk el, és akkor nézzük, hogy ezt hogyan kell használni. Alapvetően ez így néz neki, de hát nem tudom, ez a háttérképes megoldás, ez annyira nem szimpatikus nekem. Itt van az ikonja, jobb egérrel kattintsunk rá, és akkor Options. Hát ezzel a probléma többek között az is, hogy a fordítása nem nagyon jó, ezért itt a UI autóról Englishre én átállítanám. Oké. És akkor megint Options, jobb egér után. Itt a Runet Startupnál, hogyha ezt bejelöljük, akkor a Windows elindulásával ez is el fog indulni. Itt az Advancedre kattintva be tudjuk állítani a hátteret. Most ez ilyen háttérképből veszi, de ez nekünk nem nagyon kell, legalábbis nekem biztosan, hanem egy meghatározott szín legyen ez. Szerintem a fekete az tökéletes. Oké. Most akkor ez így néz neki, de hogyan működik? Nagyon egyszerű, kijelölünk egy szövegrészletet, és a Ctrl plusz jobb egér kattintással le tudjuk ezt fordítani. Ide kattintva, hát ez close-nak ír, de ez nem close, hanem leteszi ide a tálcára. Nézzük akkor ez hogyan működik. Itt van egy szöveg, teljesen mindegy, hogy milyen programban. Ez ennek egy nagyon nagy előnye, hogy bármilyen programban vagyunk, teljesen mindegy, hogy milyen szövegszerkesztő vagy weboldal vagy akármi. Ahol van kijelölhető szöveg, azt tőle tudja fordítani. Úgyhogy kijelöljük, Ctrl-t nyomjuk le, tartsuk lenyomva, és a jobb egérrel kattintsunk bele a szövegbe. És itt rögtön megkaptuk a fordítást. Itt van, hogy szótár angolról, magyarra. Ez az alapértelmezett beállítás jelen esetben. Itt van egyébként több ilyen szótár program, szótár szolgáltatás, de ezekkel az a baj, hogy ezt csak a fizetős változatban tudjuk használni. Viszont itt a Google fordítót azt használhatjuk ingyen. Amúgy fel is tudjuk olvastatni. Dictionary. Ezt innen kimásolhatjuk, hogyha kijelöljük. De itt is van egy másolási lehetőség. Csak hát ezzel látható mi a probléma, ez mindent kimásol. Előhoznám, hogy úgy lehet, hogy kattintunk rá a balegérrel az ikonra. Ezt az ablakot egyébként át lehet méretezni, hogy esetleg valakinek kicsi lenne. És hát tulajdonképpen ez így működik. A weboldalak esetén viszont, hogyha kijelölünk egy szövegrészletet, ez nem csak egy szó lehet amúgy, hanem most pont eltűnt, nem csak egy szó lehet, ide kattintunk, megjelenik egy ilyen idő, akkor lefordítja, hogy rákattintunk. Tehát még egyszer, ez nem csak egy szó lehet, hanem, és akkor ezt kijelölöm, ahogy felengedem a bal egeret. Tehát igen, az a baj, ez így eltűnik egy idő után, de hogyha a Ctrl és jobb egérrel való klikkelés, akkor arra is lefordítja. Látható, megjelenik, kattintunk rá, akkor ez így is működik, nem csak a Ctrl és jobb klikkel. De a weboldalakhoz igazából megnéztünk már fordítót, viszont ez oda is használható, meg minden olyan programban, ahol van szöveg. Természetesen azt be lehet állítani. Options, jobb egér után. Itt a Keyboard Activation, hogy ha a billentyűzettel szeretnénk a fordítást kezdeményezni, akkor az hogyan működjön, Alt plusz Q. Vagy egy egérrel, akkor Ctrl plusz Right, tehát a Ctrl nyomva tartva és a jobb egér gombbal klikkelve. Most ezt így hagynám, hogy van, és akkor oké. Ezt pedig ide bezárom, illetve tálcára helyezem. Elvileg egyébként automatikusan felismeri a szavakat, és lefordítja. Kijelöltem, hát most itt is megjelent egyébként, látható. Szótár, és akkor magyarról angolra, dictionary. Egyébként a G-re kattintva itt is kezdeményezhetünk egy másolást. És megjelent ez az óra itt, ez ennek a programnak a kiegészítő dolga, nem tudom most miért jelent meg. Jó, most eltűnt, rendben. Tehát látható, hogy fordított irányban is működik igazából, meg hogyha más nyelven van az idegen nyelvű szöveg, akkor elméletileg azt is felismeri. Hát most itt nekem csak angol van, ezt nem tudom megmutatni így hirtelen, de más nyelvekkel is működnie kellene. Hát nagyjából ez tulajdonképpen így működik, de úgy is működik, hogyha ide beírjuk a szöveget egyébként. Green,
majdnem sikerült, tehát még egyszer green, enter, és akkor látható lefordított a zöld. Tehát akár ezt itt is tudjuk használni mindenféle probléma nélkül. Ha pedig nincs erre szükségünk, akkor ide kattintunk, és akkor lekerül ide alul.